Ne! Sikoltotta a kisfiú. Kérem, ne! Hadd maradjak az édesanyámmal! Elhallgass! Rivalt rá a férfi, és durván elrántotta az anyát a gyerek mellől, majd felvezette egy emelvényre, hogy megvételre kínálja. Mivel az eladó rabszolgák táblán az állt, hogy az asszony kiválóan főz, mos, vasal és takarít, a rabszolgatartók nagy érdeklődéssel sereglettek köré. Igen, uram, látom önt, tehát 100 guinea, kiáltotta az árverés vezetője. Ad valaki többet 100 guineanél? 120, 130, igen, 140, ad valaki többet 140-nél? Igen, uram, 150 guinea, megad érte valaki 160-at? És ez így ment tovább, miközben egy durva külsejű rabszolgatulajdonos mind feljebb és feljebb tornázta a licitet. Isaac Rileynak hívták. 200 guinea, ad valaki többet 200 guineanél, ez a legmagasabb ajánlat, menjünk még tovább, nincs több ajánlat, uraim, megbízható, értelmes és kiváló munkaerőről van szó, bátran garantálhatom. Tehát 200 guinea az utolsó ajánlat, rendben, akkor hát 200 guinea először, másodszor, senki többet harmadszor. A rabszolga, Mr. Isaac Riley tulajdona. Most nézzük a fiút, folytatta a férfi, és intett a kezével, hogy vezessék fel az asszony halára rémült gyermekét is a robosztus emelvényre. Ez itt Josiah Hanson, makkegészséges, jó kiállású, 5 éves fiú. Nézzük ki, mennyit ad érte. Kemény kötésű kölyök, súgta oda a szomszédjának az egyik rabszolgatulajdonos. Jó házi szolga válna belőle. Én gyapotszedésre fognám be, felelte a másik. Nagy volt az érdeklődés a fiú iránt, így a licitálás gyors ütemben zajlott. Isaac Riley, aki a tömegből kísérte figyelemmel az eseményeket, egyszer csak érezte, hogy valaki átkulcsolja a térdét. Josiah anyja volt az, aki átverekedte magát a tömegen, és leborult a férfi lábai elé. Kérem, Mr. Riley, vegye meg a fiamat, könyörgött Hansonné. A többi gyermekemet már mind eladták, könyörgöm, vegye meg őt, ne szakítsanak el minket egymástól. Ő megteheti, uram, bizonyára megteheti, kérem, segítsen, hogy legalább ez az egy gyermekem mellettem maradhasson. Mégis mi az ördögöt képzelsz magadról, ki vagy te? Ripakodott rá Riley. A gyermek anyja, uram, semmi több, felelte az asszony. Talán önnek is vannak gyermekei, igaz, uram? Akkor biztosan megérti, mit érzek. Ön talán szeretné, ha bármelyiket is elszakítanák magától? Keményen fogok dolgozni, ígérem, jó szolgája leszek, csak hadd kapjam meg a fiamat. Majd mindjárt meglátod, mit kapsz, felelte Riley, és könyörtelenül belerúgott Hansonnéba. Az asszony elesett, feljajdult fájdalmában, és megpróbált elkúszni Riley elől. De az nyomában maradt, és erős ütéseket mért rá. Kérem, kérem, vegye meg a gyermekemet, sikoltozta Hansonné. Nem veszem meg a kölyködet, üvöltött Riley, és egy szót sem akarok hallani erről többet. Hansonné 4 kézláb próbált meg odébb mászni. Egész teste sajgott a férfi durva ütéseitől, de még ott a földre rogyva elrebegett egy imát. Uram Jézus, meddig kell még így szenvednem? A 18.-19. században afrikai férfiak, nők és gyermekek millióinak kellett hasonló sorsot elszenvednie. A rabszolgakereskedelemben elsősorban a britek, az amerikaiak, a franciák és a hollandok vettek részt. Úgy adták-vették a húsvér embereket, mintha csak házi állatokkal kereskedtek volna. Egyetlen év leforgása alatt 185 hajón mintegy 43.755 embert hurcoltak el erőszakkal Afrikából. A rabszolgakereskedők számos falut felégettek, mert csak így sikerült kiűzniük otthonaikból a lakosokat. Nehéz igát akasztottak az emberek nyakába, s így terelték őket a partra, nehogy megszökjenek. Sokan még a hajóúton életüket vesztették a raktérben uralkodó rettenetes körülmények miatt. Akik pedig túlélték az utazást, azokra Isaac Rileyhez hasonló uraságok venték a fogukat. Vajon meghallgatta-e Isten Hanson asszony sóhaját? Honnan érkezhetne válasz az imájára? Ugyan kinek lenne mersze felállni és szót emelni a rabszolgatartás kegyetlen gyakorlata ellen, és küzdeni a megszüntetése érdekében? Vajon kiben találnak majd barátra a rabszolgák? Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy az asszony imájára 1759. augusztus 24-én érkezett meg a válasz egy fiúgyermek születésével. William Wilberforce volt egy gyermek neve, és egy napon ő lett a rabszolgák egyik legfőbb barátja és jótevője. Következzék most az ő csodálatos története.